Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Botlatóköveket helyeztek el, a holokauszt áldozatai előtt tisztelettek Szekszárdon. Dombóvár, harmadik alkalommal bálóztak a vállalkozók. Tavaszi zsongás Tolnán, gyerekprogramokkal és koncertekkel várták az érdeklődőket. Kerekasztalnak beszélés. A hulladék volt a téma Szekszárdon. A II. Világháború zsidó áldozataira emlékeztek a megjelentek a Holokausz 80 emlékév keretében tartott eseményen Szekszárdon. A résztvevők a város több pontján botlatóköveket helyeztek el. Magyarország 2007 óta vesz részt a botlatókövek elhelyezési programjában. Ez egy emlékjel, amely a II. Világháborúban elpusztított honfitársainkra emlékeztet, utolsó szabadon választott lakóhelyük előtt. Tudassa, hogy ilyen népirtás volt, és hát sok száz darabot el lehetne helyezni Szekszárdon és Veszekszárdon, és a környékkel együtt 600 áldozata volt a holokausznak, de jelentősebb tevékenységet végző polgáraink háza előtt kerül elhelyezésre. Szekszárdon szám szerint 6 darab és 4 helyszínen. Az első botlatókövet a Volt zsinagóga jelenlegi művészetek háza előtt helyezték el dr. Rubinstein Mátyás, Szekszárd utolsó főrabbiának emlékére. Őt innen deportálták Auschwitzba, ahonnan nem térhetett vissza. Friedman Tamás ismertette, mindegyik most lerakott kő olyan személyek előtt tiszteleg, akik fontos jótékonysági tevékenységet folytattak Szekszárdon. Nem is a mi emlékezetünk, hanem inkább az, hogy a fiatal korosztályt emlékeztessük arra, hogy semmilyen indokból, sem származási, sem vallási, sem politikai, semmilyen indokból ilyen népirtás többet ne történhessen be, hiszen tudjuk, a holokausznak összességében Európa szerte 6 millió áldozata volt. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, szükséges a mindennapi emberhez közelebb hozni a megemlékezés fontosságát, a lehelyezett emlékjelek is ezt a célt szolgálják. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy talán idáig a világon még ilyen esztelen népirtás, mint a holokauszt során nem volt. Ezáltal fontosnak tartjuk, és nagyon örülünk annak, hogy összefogással ezek a botlatóköveknek a lerakása, lehelyezése meg fog történni a délelőtt folyamán, mert emlékeznünk kell, mert gyakorlatilag elismert gazdasági polgárai voltak Szekszárdnak, és én úgy érzem, hogy ezzel is tartozunk és kötelességünk. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját 2001 óta minden évben április 16-án tartjuk. Grósz Andor úgy fogalmazott, ez nem csak a zsidóknak, hanem minden humánus embernek fontos. Az a közösség emelte ezt az épületet Isten dicsőítésére és dicsőségére, amely itt ért 1944-ig több százas létszámban. A történelem vihara elsodorta ő. Ezeket az embereket, ezeket a családokat, öreget, fiatalt, aggastyánt, és nem maradt utánuk más, csak az emlékezet. A rendezvény Szekszárd megyejogú város önkormányzata, a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség szervezte. Dombóvár vállalkozói báloztak. A nívós eseményt idén rendezték meg harmadik alkalommal, de a nagy érdeklődésre való tekintettel már új helyszínen, a Gunaras Resort Spa Hotelben. Az estei vendégeit beszédével köszöntötte Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere és Naszfadi Endre, a Dombóvári Vállalkozói Egyesület elnöke. Itt élünk, ez a mi hazánk, ez a mi városunk, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a város fejlődjön, illetve a vonzás körzete is fejlődjön. Az önkormányzat és az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben Dombóvárra vállalkozások betelepüljenek. A
Ma este kerül harmadszor a megrendezésre Donván a vállalkozóival. Mindez köszönhető annak, hogy létrejött a Vállalkozói Egyesület már 4 éve, és egyik kiemelt rendezvényük ez a Vállalkozóival a Dőri Lecsé Fesztiválon túlmenően. Nyilván az idei év egy kicsit kurta, furcsa volt, hiszen nagyon korán volt húsvét, ezért farsangi időben nem tudtuk megrendezni, ezért azt gondoltuk, hogy húsvét után 2 héttel. Helyszínt is váltottunk, egy picivel impozánsabb környezetbe jöttünk ki. Nyilván ezt köszönhetjük annak, hogy nagyobb az érdeklődés, hiszen eddig alig súroltuk alulról a 100-at, most már közel 130-an vagyunk ma este. Köszönöm szépen! Dr. Havasi Dezső ezen a rendezvényen vehette át a Dombóvár díszpolgára kitüntetést. Lassan 50 éve, hogy Dombóvárhoz intézményesen semmi formában úgy nem kapcsolódom, csak a szívem és a szüleim sírja Kaposszegcsőn. Úgyhogy gyerekkoromból a zeneiskolai évek és a csodálatos gimnáziumi évek kötnek Dombóvárhoz, és ma módom volt megnézni a gimnáziumban a régi tablónkat, és emlékezni a régi tanárainkra, akik közül óriási büszkeség számomra, és megtiszteltetés, hogy a soraikba léphetek, úgyis, mint díszpolgárok között, a szőkeházas pár, Gömböri József, és hát aki hálával emlékszem a gimnáziumban, Kovácsi Tibor, az olasz tanárom, aki akkor elindított egy olyan pályán, ami olyan erkölcsi tartást adott, tényleg nem csak oktatók, hanem nevelők is voltak. Az este méltó helyszínéül a Dombóvár Gunarasban található Superior fürdőszálloda étterme szolgált. Úgy gondoljuk, hogy minden évben egy kicsit ünnepelés kell. Hál' Istennek meg is tehetjük, mert ugye most már ilyen Covid és egyéb nehezítő tényezők azok megszűntek. A megelőző bálokat azokat ugye más helyszínen szerveztük, de hál' Istennek olyan jól sikerültek, hogy kinőttük a helyszínt. Meghatározók a városban a mezőgazdaságot képviselők, de az iparban is vannak jelentős vállalkozások. Túl nagy taglétszámmal nem működünk. Ennek az oka, hogy úgy határoztunk, hogy minden területről megpróbálunk csak egy szemét az egyesületbe bevonni, és ezért körülbelül 25 fős taglétszámunk van, és az a 25 fő, ez mindenki más területen ténykedik, és így jól lefedjük a teljes spektrumát a vállalkozásoknak. A vacsora előtt a bálozók a Vivaldi Bachus zenés előadását élvezhették. Teljes terjedelmében égett egy 120 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és a mellette lévő garázs épülete szombat délután Szekszárdon a Szőlőhegy utcában. A helyszíne a szekszárdi és a bonyhádi hivatásos lánglovagok 3 gépjármű fecskendővel és a visszaállítóval vonultak. A tüzet 3 vízsugárral és kézi szerszámok segítségével körülhatárolták és eloltották. A tűz következtében a lakóépület padlásteret tetőszerkezete és a szomszédos épülethez épített féltető megsemmisült. A családi ház lakatatlanná vált, egy személy lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonokhoz költözött. Másfél hektárnyi területen égett a nád a szombat délután Tamásiban, Csollányos pusztán. A feltámadó szél miatt a lángok további 6 hektárnyi nádast is veszélyeztettek. A tűzesethez a dombóvári és a siófoki hivatásos, továbbá a tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugár és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Orsós Zoltán rendőrőrnagy a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának kiemelt főelőadója a bűnmegelőzés területén végzett kiemelkedő tevékenysége és együttműködése eredményeként belügyminiszteri elismerésben, valamint emléktárgy jutalomban részesült. A jutalmazott elismerését az Országos Rendőrfőkapitányság auditoriumában megrendezett ünnepségen vehette át Rétári Bence miniszter helyettestől, valamint Hatala Józseftől, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökétől. Április 13-át választották a tolnaiak egy közös tavaszváró rendezvény megtartására. A Dunapart hangulatos helyszínnek bizonyult, szép időben különböző programokkal várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Ó,
Nagy volt az érdeklődés a program iránt, amit a Tolnai Sárkányhajó Egyesület és a Dunamenti Polgári Egyesület most először rendezett meg közösen. A tavaszi zsongás fesztiválra több tervel is készültek, ennek egyik elemét ismertette Berta Zoltán alpolgármester. Van egy közös főzés, illetve csapatokat is meghívtunk, mégpedig Tolnáról, a Tolnai járásból intézményeket, iskolákat, baráti közösségeket, vállalkozásokat kértünk föl, hogy részt vennének egy ilyen közös főzésben, úgyhogy egy 30 csapat nevezett, illetve akik egyénileg jöttek részükre, pedig két nagy üstben fő a vegyes pörkölt. Bízunk benne, hogy mindegyik bográcsban kiváló étel fog készülni. Az eseménynek egy összefogó kapcsolatteremtő kezdeményezése is van, hiszen a városi életnek elengedhetetlen összetevője a közösségformálás és egymás támogatása. Hisszük, valljuk, hogy igazából abban van a nagy erő, hogyha a civil közösségek együtt töltik meg tartalommal a különböző rendezvényeket, az infrastruktúrát, hiszen a városunkban is rengeteg kiváló hely van, ez a csodás szabadidőpark, de van nekünk sportcsarnokunk, egyéb rendezvényterületek, de igazából azok akkor érnek valamit, hogyha azok élettel teliek. Ebbe pedig a civil szervezetek azok, akik igazából alkotni tudnak. Horváth István országgyűlési képviselő is részt vett a hangulatos rendezvényen, ahol ételkészítési tudását is megcsillogtatta. Ezeken az alkalmakon szívesen főznek közösen a helyieknek. Amellett, hogy mi a központi sátorban egy 200 főre főzünk, ezen kívül még 30 csapat, szerintem több mint 400 főre főz, tehát összességében hamarosan közel 700 emberit elkezdi a saját munkáltal készített ételeket elfogyasztani. Kovács Alexandra a Tolnai Sárkányhajó Egyesület képviseletében sütötte a palacsintákat. Az Egyesület egyik irányvonala a közösségfejlesztés, így a szervezésből is kivették a részüket. A főzés mellett a hangulat a gyermekek számára is garantált. Molnár Orsi zenés gyermekműsorát követően arcfestés, csillámtetkó, népi játékok, légvár, íjászat és sárkányhajózás, valamint palacsinta parti várja majd a gyermekeket. A program a családok számára nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget nyújtott. A koncertekkel párhuzamosan remek kiegészítő elemei voltak a fesztiválnak, a rendezők célja pedig teljesült, miszerint töltsék meg egész nap jó kedvel a partot. Dombóvári Országos Éremgyűjtő Találkozót rendezett a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. Az esemény célja az volt, hogy az ország számos tájáról érkező gyűjtők csereberejenek, illetve hódoljanak ennek a több évezredes hobbinak. Az elmúlt időszak rendkívül csapadékszegény időjárása és a gazdálkodói visszajelzések alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége kezdeményezte a tartósan vízhiányos időszak kihirdetését. Ekkor vízjogi engedély nélkül bejelentést követően egyszer rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges, emellett vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a mezőgazdasági termelőknek. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy öntözéssel mérsékelhetők legyenek a szárazság hatásai. A Napenergia Plus program folytatása mellett még az idén pályázatot írnak ki azok számára, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, ám kiestek a 10 éves szaldós időszakból. Jelentette be Lantos Csaba, energiaügyi miniszter. Az ebbe a körbe tartozóknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, így ők is félre tudják tenni, hatékonyabban használhatják fel az általuk megtermelt áramot. Megnyitották az ipari szereplők számára az energiaközösségek kialakításának lehetőségét, most pedig vizsgálják az önkormányzatok bevonását, végül a társasházak kerülhetnek majd sorra. Kerekasztal megbeszélést tartott a Szekszárdi Hulladékkommandó. A különböző szervezetek képviselői a hulladékgazdálkodás aktualitásairól, változásairól egyeztettek. A Szekszárdi Kerekasztal beszélgetésen témát szolgáltatott többek között a 2023. július 1-én bevezetett MOHU hulladékkoncessziós rendszer ismertetése és ennek lehetséges hatása az illegális hulladéklerakásra. Én egy külön témáról, a Szekszárdi Sétapálcáról és a Szekszárdi hulladékkommandóról fogok néhány szót szólni. Ezeknek a megvalósításnak az ötlete 3 évvel ezelőtt indult el, és hogy hol tart most ez a szerveződés, és mit kell lépni, vagy mit kéne lépni, vagy mit kéne csinálni ezzel kapcsolatban, hogy jobb legyen. A civil szerveződés lényege, hogy Szekszárd tisztább, életőbb legyen. A hulladékkommandó arról szól, hogy a illegális hulladéklerakókat feltárjuk,
és egy olyan térképet csináltunk, egy digitális térképet, amilyen napra készen látszik, hogy hol, tehát a koordináták szerint hol, mekkora szemétkupac, milyen állapotú, milyen jellegű szemét van. Tehát mindezt tudjuk. Hogy lehet ezt felszámolni, ez egy nagyon nagy kérdés. Itt tapogatózás van még, és jelentős előrelépés ebben a témában még nincs. A szervezet Szekszárdon 123 olyan illegális hulladéklerakót tart nyilván, ami nagyobb, mint egy köbméter, de van, amelyik a 40-50 köbmétert is eléri. És ami a legrosszabb, hogy a gyönyörű szekszárdi szurdokainkba, ahol a szőlővidék van, oda viszik ki ezek az úri emberek, vagy úri emberek a szemetet, és 70%-os lejtőkön, mély gödörben van ez, tehát alpinisták tudják majd csak felhozni, ha egyáltalán szóba kerül, vagy be lesz fedve az egész, be lesz takarva. Ezért kell feltárni, hogy van-e tényleg veszélyes hulladék, mert ezek inkább nem veszélyes hulladékok, hanem az a baj, hogy az unokáink is látni fogják. Ezer évig megmaradnak ezek a hulladékok. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere úgy fogalmazott, szélmalomharcot vívnak az ügy kapcsán az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Bosszantó és felháborító a dolog, hogy a város több 10 millió forintot fordít, idézőjelben mondom, a felesleges tevékenységre, mert ha nem szemetelnénk, akkor nem volna mit összeszedni. Sajnos ott tartunk már, hogy fele szemetel, fele meg gyűjti a dolgokat. Tessék végigmenni a városon, és lehet látni, hogy a kályhák folyamatosan ürítve vannak, kezelve vannak, de mégis a kályhák környéke és a kályhák közötti területeken mindenféle mindennemű hulladék megtalálható. Ezek a problémák elkerülhetők lennének, ezáltal pénzt lehetne megspórolni. A másik dolog, amit meg kell említenem, hogy az illegális hulladéklerakása az átkertekben és a külterületeken. Megvan minden lehetőség, hogy szabályosan meg tudjunk szabadulni az általunk képződött hulladéktól, de most már szombaton is nyitva van a hulladékudvar. Lehetőséget biztosít azoknak az embereknek, akik hétközben dolgoznak és hétvégén tudják ezeket a munkálatokat elvégezni otthon, megvan a lehetőség arra, hogy folyamatosan le tudják adni. Az alpolgármester köszönetet mondott azon szekszárdiaknak, akik a saját területükön mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a probléma kezelhető legyen. A horvát tengerparti város Rijeka adott otthont a TED Cup nemzetközi versenynek. A bátaszékesek karate szakosztálya ezúttal egy 12 fős csapattal indult neki a megmérettetésnek. A Rijekai Sportcentrumban 6 küzdőtéren zajlott a verseny, és a horvátok legjobbjai mellett egy jelentős számú olasz mezőny is tatamira lépett. Nagyon jó felhúzó nemzetközi verseny volt számunkra, tehát nem ez a fő versenyünk, de egy nagyon jó alapnak bizonyult ahhoz, hogy a nemzetközi mezőnyben a lehető legjobb tapasztalatot szerezzük a későbbiek során. Ugye nagyon fontos nekünk a nemzetközi tapasztalat, mert van olyan kvalifikáló versenyzőnk, aki majd a korosztályos világbajnokságra szeretne kvalifikálni, tehát fontos ezeknek a versenyzők számára azok az ingerek, hogy a lehető legjobbat tudják majd az adott szituációba kihozni magukból. Nagyon jól szerepelt egyébként a 12 fős csapatunk, egy aranyérmet hozott, 2 ezüstöt és 4 bronzot, ezen kívül még volt egy pár ötödik helyzet is, ez azt jelenti, hogy szinte az összes versenyzőnk tudott győztes mérkőzést vívni. Péter Panna nem csak az ifjúsági korosztályban szerzett érmet, hanem a kadettoknál is dobogóra tudott állni. A saját korosztályomba indultam, 12-13, mínusz 44, ott első helyezés lettem, a negyedik volt a döntő. Utána volt fölnevezésem, az talán mínusz 47 volt, ott pedig harmadik lettem. Az Egyesület április 20-án utazik Szófiába, ahol egy kvalifikációs nemzetközi versenyen fognak részt venni. A korosztályos válogatott írta ki számunkra ezt a versenyt kvalifikációként, és nagyon fontos, hogy Hefner Zsófi ezen a versenyen jól szerepeljen, hiszen Pozsonyban második lett, ezzel vezeti a hazai kvalifikációs pontrendszert, és hogyha itt Szófiába is jól sikerülne neki ez a verseny, akkor gyakorlatilag bebiztosítaná a helyét az októberi korosztályos olaszországi világbajnokságra. A bátaszéki karatésok ebben a szezonban is javában készülnek a közelgő megmérettetésekre. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Minél többen töltsék ki a zöld energiával kapcsolatos kérdőíveket. Pécs 500 milliót veszített eddig.
Kedvezmények. Számos támogatással segíti a kormány a fiatal anyukákat. Közös ügyünk a zöld energia címmel sajtótájékoztatót tartott Koncz Zsófia miniszterhelyettes. A rezsicsökkentés fenntartásának szempontjából is fontos, hogy minél többen kitöltsék a zöld energiával kapcsolatos online kérdőívet az április 15-i határidőig. Hívta fel a figyelmet a parlamenti államtitkár. Koncz Zsófia miniszterhelyettes pécsi látogatása során kiemelte, hogy a háborút követően egy olyan szankciós politika indult el az Európai Unión belül, amely teljes mértékben egy nagyon komoly energiaválságot hozott létre. Ez pedig még inkább felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a tiszta, biztonságos, megfizethető áruenergia. A magyar kormány kiemelten fontosnak tartotta egyébként már 2013 óta azt, hogy a rezsicsökkentés intézményét a lakosság számára fenntartsa ebben a nehéz energiaválság sújtotta időszakban is. Ugyanakkor emellett a hazai energiatermelésnek a növelésére is óriási hangsúlyt fektetünk. Az a helyzet, hogy ebben a tekintetben két nagyon fontos pillérre támaszkodunk, az egyik a napenergia, a másik pedig az atomenergia kettőse. És értünk már el olyan rekordokat, amelyre azt gondolom, hogy minden magyar ember büszke lehet, hiszen februárban 6100 megawatt felé növekedett gyakorlatilag a hazai napenergia kapacitásnak a kiépítése. Ez azért nagyon nagy dolog, mert eredetileg ezt a számot mi 2030-ig szerettük volna elérni, és hát gyakorlatilag március 20-án is volt egy olyan rekord, hogy az ipari napenergia termelés az gyakorlatilag tartósan 3000 megawatt fölött volt. A parlamenti államtitkár hozzátette, az elektromos járművek tekintetében is rekordot értünk el, hiszen februárban 50 000 fölé emelkedett a tisztán elektromos meghajtású járművek száma. A magyar kormány jelenleg is támogatja a magyar családokat abban, hogy ezeket a beruházásokat végre tudják hajtani, hiszen jelenleg is fut a lakosság számára egy napenergia plusz program, illetve elektromos jármű beszerzésében pedig a vállalkozásokat segítjük. És ugye a magyar kormány mindig szereti megkérdezni a magyar embereknek a véleményét egy-egy fontos ügyben, és ezt a zöld energiával kapcsolatos kérdéskörben is így tettük, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a magyar gazdaság jövője a zöld energia. De azért jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban a magyar emberek is elmondanák a véleményüket, és éppen ezért indítottunk el egy 13 kérdésből álló online kérdőívet. Nagyon fontos, hogy ez csak online elérhető, a zöldenergia.kormány.hu oldalon. Április 15-ig kitölthető ez a kérdéssorozat. Csizmadia Péter, a kormánypárt pécsi polgármester jelöltje azt mondta, volt egy pécsi konzultáció, amit ő indított el, és abban is szó volt a zöld átállásról, hiszen Magyarország éllovasként kíván részt venni a zöld átállás évtizedében, ebben pedig Pécs is ki szeretne emelkedni. Sokszor én magam is hangsúlyoztam, hogy helyi városvezetőként és városirányítóként is mennyire fontos és kiemelt cél, hogy ebben a zöld átállásban Pécs éllovas legyen, és a magyar nagyvárosok között elsőként végezze el azt a technológiai ugrást, amellyel valami egy fenntarthatóbb, tisztább és kényelmesebb és zöldebb várost hagyhatunk majd magunk után a gyermekeinknek. Hiszen a két kulcskérdés, ahogy miniszterhelyettes asszony is említette, a zöld energia megtermelése, illetve annak eltárolása. A polgármester jelölt hozzátette, a dízel üzemű városi buszos flotta elektromosra cserélésével jelentős összegeket lehet megtakarítani, ezért a napenergiát kellene felhasználni. Adókedvezmény a 30 év alatti anyukáknak, babaváró kölcsön és rendkívüli kamatozású babakötvény. Számos kedvezménnyel és támogatással segíti a kormány a fiatal anyukákat és a nagycsaládosokat. Podmanicki Jankó Dóra és férje a házasság után gyorsan szerettek volna szülővé válni. Most két kislányt nevelnek, Hannát és Jankát. Amikor a férjemmel megismerkedtünk, akkor én szerettem volna minél előbb édesanyja lenni. Amikor szóba került, akkor a 30 éves kort én tényleg belőttem, mint tervnek, és hála Istennek, tényleg nagyon hálásak, hogy mind a két kislány megszületett, mire én betöltöttem a 30-at. Sok kedvezmény és támogatás segíti a fiatal szülőket. A Podmanicki házaspár többek között a babaváró hitelt vette igénybe.
a babaváró hitelt megigényeltük, és szerencsére meg is kaptuk, akkor még csak a hanga nagyobbik lány érkezett meg, utána nagyon kedvező volt, hogy megtudtuk, hogy a második gyerek esetén alacsonyabb összeget kell visszafizetnünk, az teljesen meglepett minket, illetve ha jól tudom, akkor a harmadik gyerek vállalása esetén pedig nem kell visszafizetni az összeget. A Récsei család is két gyereket nevel. Ádámnak és Eszternek is kötöttek babakötvényt. Már amikor az Ádám megszületett, 14 évvel ezelőtt a babakötvényt nagyon jó dolognak tartottuk, úgyhogy nem volt kérdés számunkra az, hogy amikor az Eszti 10 évvel ezelőtt megszületett, ő neki is feltétlenül szükséges volt az, hogy kössünk. Azóta is minden évben, január 1.-2. hetében föltesszük a két számlára azt az összeget, amivel legalább az állami támogatásnak a maximális mértékét meg tudjuk kapni. Megérkezett a számlákra a babakötvény után járó éves állami támogatás. 190 ezer gyermek összesen 1,8 milliárd forintot kapott. Ugye ők 18. életévük betöltését követően tudják ezt majd felvenni, és nem bármire költhetik. Tehát ugye az életük kezdéséhez szükséges tanulmányokhoz, lakásvásárláshoz ezekhez költhetik, úgyhogy ez számomra és a férjem számára is egy kicsikét megnyugtató, hogy oda fog kerülni a pénz, amikor felveszi a két gyerek, ahova neki feltétlenül majd akkor szükséges lesz. A kormány februártól rekordmagasra, 20,6%-ra emelte a babakötvény éves kamatát. A babakötvényben gyűjtött megtakarítások összege csaknem 330 milliárd forint. Tekintsék meg Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Botlatóköveket helyeztek el. A holokauszt áldozatai előtt tisztelektek Szekszárdon. Dombóvár. Harmadik alkalommal báloztak a vállalkozók. Tavaszi zsongás Tolnán. Gyerekprogramokkal és koncertekkel várták az érdeklődőket. Kerekasztalnak beszélés. A hulladék volt a téma Szekszárdon. Kedden már országszerte borongós, csapadékos, hűvös, szeles időre készülhetünk. A megerősödő északi széllel elárasztja az országot a hidegebb égtömeg. Eső előre láthatólag délelőtt elsősorban az ország északi felén hullik, majd a délután folyamán a déli országrészt is eléri a csapadékmező. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!